Az Antigone a legismertebb görög tragédia, a világ színpadain különböző feldolgozásokban gyakran felbukkan. Ezúttal Merő Béla vállalkozott arra, hogy közvetítse a nézőknek Antigone és Kreón konfliktusát. Ezért a városért harcolt Eteoklész, míg hűsi fegyverét forgatva elbukott, és én végtisztességét megadni rendelem, mint illik. Az alaptörténet szerint Oidipusz király fiai egymás ellen harcolnak, és egymás keze által esnek el. De míg Eteoklész a városért harcolt, Polüneikész a város ellen. Ezért Kreón megtiltja, hogy a várossal szembeszállót eltemessék. Antigone azonban a király parancsa ellenére mégis eltemeti testvérét. És az alvilági istenek között lakó Diké sem szab nekünk ilyen törvényeket. A darabot a rendező, a két főszereplő mellett első évfolyamos színészszakos osztályával és a színész három évfolyam néhány tagjával állította színpadra. Azt mondja, nem volt nehéz dolga, bár másképp kell diákokkal dolgozni, mint színészekkel, és ennek van előnye is és hátránya is. A két főszereplő, ugye végzett, ők színészek, Gubik Petra és Nagy Robi, a többiek harmadéves, illetve elsőéves színi tanházasok, ők nagyon nyitottak, és tehát nem kövesedtek be, nem csontosodtak be, ők mindent megpróbálnak megcsinálni. Nyilván itt a pedagógus vénának is működni kellett a próbák alatt, ennyi volt a különbség. Az ókori görög drámák megértését nyelvezetük is nehezíti, nem könnyű olvasmány a gyakorlottaknak sem, az ilyen szöveget megtanulni pedig még nehezebb. Ez egy archaikus szöveg, tehát nagyon nehéz volt úgy hozzáfogni, hogy azért ne szavaljuk, ne úgy mondjuk, mint egy verset, hanem úgy mondjuk azokat a szavakat, azokat a szövegrészeket úgy mondjuk el adott esetben, ahogy az mondjuk civil helyzetben, hétköznapban kijönne a szánkon. A Kreón királyt alakító Nagy Róbert számára több szempontból is fontos a darab. Nem egyszerű főszerepet alakítani ilyen fiatalon. Ráadásul egy királyról van szó, aki azért korosztályban nem az én korosztályom, és ezt is próbáltam megteremteni mind belsőleg, mind külsőleg, egy kis saját szakállal. Meg hát igazából nekem ez egy több rétegű feladat volt, mert rendezőasszisztens is volt a darabnak, tehát a háttérmunkálatokban is maximálisan ott voltam. Valamint ugye én egyetemre is járok, magyar színháztörténet szakos vagyok Szegeden az egyetemen, és nekem ez nagyon, nagyon biztos alappillére lesz majd a szakdolgozatomnak. A tébai királylány harca saját függetlenségéért, az államérdek és a zsarnokság ellen időről időre megelevenedik az Ibsen Stúdió Színház színpadán. A teátrum vezetése pedig azt tervezi, egész évben porondon tartják Antigone drámáját.